Felsőnyék önkormányzata is több olyan intézkedést kényszerült életbe léptetni, amely a téli időszakban némi megtakarítást jelent a költségvetésnek. Talán most szembesülünk, hogy mennyire jó, hogy éveken keresztül minden beruházásunk arra összpontosult, hogy energiát takarítsunk meg. Tehát minden épületünket most már, amit föl tudtunk újítani, napelemeket helyeztünk el rajta, ugye nyilászárókat, tehát ezzel ugye eleve energiát tudunk megtakarítani, egyszer a fűtésbe is, meg az elektromos áramba is. Na most, amivel szembesültünk, hogy az elektromos áramot azt szinte mindenhol megtermeljük. Tehát itt is helyileg, ha megnézem, pár kilovatta többet termelünk, mint amennyit felhasználunk. Tehát ebben az esetben az áremelés nem érintene annyira bennünket, de a gázzal nem tudunk mit kezdeni. Na most, de hát, és avval fűtünk, ugye? Tehát nem tudunk váltani, de hát nem zárhatok be egy óvodát. Ezeket üzemeltetnünk kell. És hát, hogy tudunk spórolni? Ugye akkor összeültünk, hogy mi az, amit be tudnánk egyáltalán zárni. Tehát pillanatnyilag láttuk, hogy a legnagyobb fogyasztónk gázból az a kultúrház. Hát a kultúrház úgy csináltuk, hogy áttelepítettük ide az önkormányzathoz a kultúrost, a könyvtárat, azt bezártuk. Tehát ott csak annyit fűtünk, hogy ne fagyjon el semmi. A település házi orvosának rendelése a téli időszakban másút kapott helyet. Át tudtuk helyezni a védőnőhöz, mert ott akkora az épület, hogy akkor így az orvosi lakást is, magát, mi vagy az orvos nem itt lakik, és az épületet is szintén le tudtuk zárni, hogy ott sincs gázfogyasztásunk. A védőnőnek az épületébe pedig eleve már átálltunk, még villanyfűtésünk is van, de annyi napelemet tettünk, hogy árammal tudunk fűteni is, tehát az se kerül elvileg semmibe. Az áramot megtermeljük, viszont arra megint nincs ráhatásunk, hogy a rendszer használati díjat viszont nagyon-nagyon megemelték. Tehát azt szintén fizetni kell. Tehát azt látjuk és azt tudjuk, hogy az önkormányzatnak különösebben mozgástere nincs. Tehát az állam finanszírozza az önkormányzatot, az önkormányzatok nagy részének saját árbevétele nincs is. Ezeket a költségeket pedig egyszer ki kell fizetni. Az ünnep nélkülözhetetlen eleme a jászol, amit évről évre Felsőnyéken is felállítanak a falu polgármesteri hivatalának udvarában. Pillanatnyilag még nem világítjuk, hanem most rendeltem hozzá napelemes ilyen kis égőket, hogy azért ugyanolyan szép legyen, mint eddig is volt, és hát a csomagot is fogunk osztani a rászoruló családoknak. Minden család szokott nálunk karácsonyra kapni egy szép, több ezer forintos ajándékcsomagot, hogy azért a karácsony az békés is boldog lehessen. Ezen kívül ugye szociális alapon tűzifát pályáztunk meg, 116 család fog kapni egy-egy köbméter kemény tűzifát, hogy hát meleg is legyen a karácsonyfa körül is alatt. Hát ugye pillanatnyilag csak ennyire tudunk a kasszába belenyúlni, több lehetőségünk nincs. Most az iskolásoknak is adjuk a Mikulás csomagot, az óvodásoknak is meg tudtuk venni a Mikulás csomagot. Még azoknak is megveszünk, akik idegszentsére járnak iskolába, hogy nehogy kimaradjanak. Tehát oda is átviszünk 15 csomagot, hogy minden nyéki gyerek kaphasson azért ajándékot. Az energiaárak elszabadulása a művelődési ház bezárására kényszerítette Felsőnyéket is, de advent 4. vasárnapja ennek ellenére is tartogat programokat a helyieknek. Körülötte szoktunk ünnepelni, hoznak a lányok kis kalácsokat, ott kint énekelnek a gyerekek, és a tűz mellett melegszünk egy kicsit, aki akar, még szalonnát is süthet. Úgyhogy különösebben bent magában az épületben nem tervezünk ünnepséget, mert az iszonyatos költség fölfűteni. A családi házakban viszont fűteni kell. Ehhez jelent nagy segítséget a szociális tűzifa, amellyel a fűtési szezont segíti az önkormányzat. Közmunkásokkal, ugye mindenféleképp azokkal szoktuk megoldani, ide hozzák be a központba, és az önkormányzat ki is szokta szállítani, és természetesen azoknak az időseknek, akik nem tudják azt, hogy konyha kész legyen, hogy így mondjuk, hogy rögtön be lehessen tenni a kájába, annak ki is mennek a fiúk is, összevágják, felaprítják, sőt, még ugye a családsegítők is kimennek és segítenek ebbe az ügybe.
Az önkormányzat idén is eljuttatja minden rászoruló részére azt az ajándékcsomagot, amellyel az ünnepet szeretnék mindenki számára szebbé tenni. Van egy autónk, amit csak ebédkiszállításra használunk, az ilyenkor segítkezik, jönnek a polgárőrök, meg egy-két aktivista, aki vállalja, hogy kiviszi, és egy pár jó szót szól mindenkinek.